Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na hát mindenkinek nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, és az, hogy az év utolsó napja, ez a december 31-e, ez olyan békében tudjon telni, amennyire csak lehet. És természetesen azt is, hogy a 2021-es esztendő mindenki számára elhozza azt, amire vágyik. Most egy teljesen új dolog fog történni, amit egyébként én évek óta saját magamnak megszoktam csinálni, illetve baráti körben összegyűlünk, és akkor szoktunk ilyen éves taró előrejelzést csinálni, körbeülünk, és akkor húzunk lapot. Hát most ugye nem tudnak bulik lenni, és nem tud a baráti kör összejönni úgy, ahogy szokott, és most kiterjesztettem ezt a dolgot, hogy vegyünk részt közösen egy ilyen közös jövő évi kártyahúzásban, én fogom húzni a lapokat, és aztán elmondom hozzá az értelmezést. Amit fontos ehhez tudni, nem jóslás, jó? Ez nagyon-nagyon fontos, nem jóslásról van szó. Sokan félnek a tarótól, mert úgy gondolják, hogy ez jóslás, és majd kiderül, hogy februárban kihúzom a halállapot, és akkor mind meghalunk. Na most nem erről van szó. Eleve az a szó, hogy jóslás, nincs vele semmi baj, benne van az a szótő, hogy jó, ugye? Vagy javasolás, ugye ennek egy régebbi formája. Tehát, hogy jót célszerű mondani, ami javadra válik. Mert amikor valaki ilyen elkezd ijeszgetni, és húogni, hogy mind meghalunk, és micsoda összeomlás lesz, és hasonlók, ugye hallunk ilyeneket, nem küldött tovább ezt, akkor üzé véged van, elkárhozol, és jön a sáskajárás, meg a cunami, az nem jóslás, hanem az a rosszlás. Szóval a jóslásra se lenne semmi baj, de ez most nem az lesz, ez előrejelzés. Kicsit olyan, mint a meteorológia. Lehet, hogy nem úgy lesz, de jó esély van rá, és nem árt felkészülni, hogyha a meteorológiai előrejelzés azt mondja, hogy esni fog, nem 1000%, hogy tényleg fog esni, de azért ilyenkor berakjuk az esernyőt arra az esetre, hogyha tényleg esni fog, akkor fölkészültek legyünk. Kicsit ez is erről szól, abban segít, hogy legyünk felkészültek. Tehát nem jóslásról lesz szó, hanem egyfajta előrejelzésről, amit én itt hétfőnként mindig szoktam is csinálni, sokan szeretik és követik. Úgyhogy ez most ilyen lesz csak a most következő esztendőre. A Crowley-féle taró, meg egyáltalán a tarópaklik, a Lenormand és társai nagyon sokféle van, nem jóslásra valók, közhiedelem ellentétben. Persze lehet velük jósolni, ez körülbelül olyan, mintha lenne egy okos telefonod, és arra használnád, hogy szöget versz be vele, tehát nyilván lehet erre használni, de sokkal többet tud, sokkal többre való, ilyen a taró is. Sokkal inkább egy stratégiai játék, tehát mondjuk töröd a fejed valamin, hogy A vagy B, és kihúzol egy lapot, és akkor a lap azt mondja, hogy hé, C-re gondoltál már? Tehát új nézőpontokat ajánl a figyelmünkbe. Emiatt a tarót fura, de nagyon sok helyen használják, tehát cégek felső vezetésében, sőt, akár ilyen katonai akadémiákon is hallottam róla, hogy benne van a tananyagban. Tehát nem egy ilyen boszorkányos dologról van szó, meg nem arról, hogy Biri néni, húzza ki kártyán, hogy szerete a Józsi, hanem ennek sokkal-sokkal magasabb szintjei vannak. Szóval nézzük, hogy mit lehet erről tudni. Ugye én ezt a Crowley paklit használom, nagyon sok más, van vagy 10 más egyéb paklim is. Én annak idején ezzel tanultam, ezt szeretem. Az a jó benne, hogy nagyon sok régi szimbólum van a lapokon, amikkel asszociálni lehet, és emiatt minden értelmezés személyre szabott. Úgyhogy nyilván ez is az lesz, ez is szubjektív lesz, hogyha valamilyen nehéz lapot húznék ki, vereség, bukás, kudarc, halál, torony, ugye van egy csomó ilyen, akkor mindig fogok ráhúzni egy lapot, ami megmutatja a nehéz helyzetbe való kijáratot, a kiutat, tehát nem hagyunk benne senkit sem abban, hogy fú, milyen szörnyűség fog jönni, ha netán egy ilyen lap következne. Jó? A laptop azért lett volna jó, mert azt én lehajtom, és akkor ráláttok a kiterített lapokra, valamiért nem akart elindulni rajta az élő, úgyhogy majd így lobogtatom nektek. Ez a különbség a tervhez képest, tehát akkor lássunk is hozzá. Ugye ezt a paklit először is megkeverem. Célszerű megkeverni. Annak idején, amikor rendezvényeken dolgoztam, a lakáshiteltörlesztés nehéz idei alatt, akkor általában engedtem, hogy az asztalhoz leülő ilyen céges bulis kliens keverje meg a lapokat, egyszerűen azért, mert hadd szokja a helyzetet. Ezek voltak azok a bulik, ahol éjjel 2-kor még kígyózó sor állt az asztalom előtt, és nem lehetett időbe hazamenni, szóval rémesen utáltam, viszont nagyon jó gyakorlatot hozott. Azt szerintem egy óriási pszichológiai tanulmány éjjel 2-kor céges bulin tarót húzni. Na nézzük, csak akkor kiterítem ide a lapokat, mutatom, hogy ez hogy néz ki.
itt, na. Ha látjátok, akkor ilyen. Ki van terítve. Nézzük, mit mond januárra. Ugye úgy kell arról húzni, hogy az ember megnézi a kiterített lapokat, és ráhangolódik, és kiválasztja azt a lapot, ami úgy érzi, hogy megszólítja őt. Tehát valamiért fényesebb, vagy elhúzott felette a kezed, akkor meleget érzel, vagy esetleg egy ilyen szélfúvás ér. Tehát az intuícióra kell figyelni ilyenkor, melyik az a lap, amelyik megszólít. Januárra a Tudomány nevű lapot húztam. Ez a kardok sorozatnak a 6-os számú lapja. A kardok sorozat, ugye a taróban négy őselemnek a lapjai találhatók meg a nagy arkán és az udvari lapok mellett. A kardok sorozat az mindig az életnek a szellemi gondolatát jeleníti meg, ha úgy tetszik, és a kardok hatos, a tudomány lapja az azt jelenti, hogy januárban nagyon előtérbe fog kerülni, és azt hiszem ezzel semmi olyat nem mondtam, a mindenféle tudományos közléseknek. Tudjuk, hogy most pandémia van. Itt az ideje, hogy végre tényleg releváns tudományos információkat kapjunk arról, hogy mi ez a járvány, mivel jár, hogy jár, védőoltás, hogyan jó, hogy nem jó, hogyan működik, hogyan használ. Tehát itt az ideje, hogy az áltudományok, az ijeszgetések, az összeesküvés elméletek, világvége, rémizgetések és hasonlók helyett végre a józanész vegye át az uralmat. Na most ez nektek, ilyen mikroszférában, tehát kinek-kinek a magánéletében arra utal, hogy használd a józan eszedet. Jó? Tehát a januári jelszava legyen ez, hogy használd a józan eszedet. Figyelj a tényekre, ne az érzelmekre, azok félrevisznek. Most nagyon, amikor az ember fél és stresszes és be van zárva, akkor a félelmei, szorongásai nagyon félre tudják vinni. És vigyázzat, mert ezek azért teremtenek is, tehát legyél jó állapotban. És ez az kell, hogy használd a józan eszedet. Tehát a tényekre figyelj. Csak a tényekre. Mi az, ami történik? Jó? Tehát nem az, amit érzel, meg hasonlók, az is nagyon fontos, de a döntéseidet a józanész alapján hozd meg. Ezt mondja január. Na nézzük a következő hónapnak a lapját. Én már a februárit, megint megkeverem a paklit. Megint kiterítem. És húzok a következő lapot, meg is van. Ez a Tunyaság nevű lap, a Kejhek sorozatból. Ugye a Kejhek 8-as. A Tunyaság lap az azt jelenti, hogy tele van a hócipőnk. Be vagyunk zárva sokan a home office-ba, sokan a munkanélküliségbe. Már február van, elve takony idő, már marha jó lenne kiszabadulni és élni végre. De ami a veszély, amire a lap felhívja a figyelmet, hogy be tudunk nagyon lustulni egy adott helyzetbe, ez a jó van az úgy. Ugye? Aki már építkezett, ismeri ezt a mondatot, hogy jó van az úgy. Szódával elmegy. Meg már nem öltözöl fel csinosan, mert jó a mackógatja is. Reggel kedvenc rádiómisorodmat hallgattam, amit újabban online is közvetítenek, és volt egy ilyen pont, hogy és akkor most mindenki mutassa meg, hogy van felöltözve, mármint a műsorvezetők, és kiderült, hogy stáb 80% a mackógatjában ült. Tehát villantottak a fiúk. Szóval a lényeg, hogy a Tunyaság az nagyon rá tud minket venni arra, hogy belustuljunk abba, amiben van, és ilyen feladásba, apátiába süllyedjünk ezzel kapcsolatban. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy amit már nagyon unsz, azt hagyd abba. Tehát ez lehet a februárnak a jelszava, hogy amit unsz, amitől már be vagy sokalva, amivel már a hóbugyrod tele van, azt hagyd abba. Túl sok energiát öltél bele olyan folyamatokba, amiből nem jött vissza semmi. Túl sok figyelmet fordítottál olyan emberekre, akik nem figyeltek rád vissza. Egyszerűen túl sok energiát pocsékoltál el, és itt az ideje ezt az energiát visszanyerni, mert ezért vagy ilyen plötty. Szóval friss levegő, vitamin, és amit unsz, azt hagyd abba. Nézzük, mit mond a március. Újabb lapkeverés. Mi már az évnek a harmadik hónapjába járunk. És nézzük a következő lapot, lezárás nevű lapunk van. Én őszintén remélem, hogy ez a lezárás ez nem az ország lezárását fogja jelenteni, hanem épp ellenkezőleg a lezárás lezárását. Ha megnézitek, hogy mi van a lapon, akkor azt látjátok, hogy egy kerék van. Egy kerék van rajta, hogyha úgy tetszik, egy mandala, ez azt jelenti, hogy egy ciklus lezárult, és egy új kör indul, szó szerint. Tehát itt van az ideje annak, hogy bizonyos dolgoknak véget vessünk. Miknek lehet véget venni? Lehetséges, hogy bizonyos kapcsolataid egyszerűen véget érnek, ami nem rossz, mert az újrakezdéshez az kell, hogy az ember régit lezárja. Nagyon sokan, akik például nem tudnak társra találni, és így rákérdezek, hogy úgy egyébként az előzőektől elbúcsúztál, meg úgy ki lett mondva, hogy vége van? Jaj, hát nem, hát egyszer csak nem hívtam föl, vagy ő nem hívott föl, hát így elsúnyogtunk, így elhidegült a kapcsolat, de soha nem lett kimondva, hogy vége van, nem lett lezárva. Még mindig ott van az exek egy csomó cucca,
Még mindig nincsenek a pénzügyi papírok rendesen beadva. Hát elváltunk, de még egy lakásban lakunk. Ugye ilyeneket nagyon sokszor hall az ember, de nincsenek lezárva. Nos, ilyenkor, ha valami nincs lezárva, akkor az új nem tud belépni. Tehát mindent, ami ilyen függőben van az életedben, azt ideje befejezni. És én nagyon remélem, hogy ez ország szintjén, illetve világ szintjén a pandémiának is valamilyen szinten a lezárását el fogja hozni. És az újrakezdés feltétele. Nem egy rossz lap ez. Nézzük, mit mond április. Ugye a bolondok hónapja, sokan így mondják április 1-jét, bolond az időjárás is, nézzük, mit mond a kártya. Hely, meg is van a lapja, botok királynője a lapunk, nem, bocsánat, botok hercegnője a lapunk, ez van, ha az emberen nincs olvasó szemüveg. Szóval botok hercegnője a lapunk. Ezt a lapot aránylag gyakran húzom, ez a félelmeinkről szól. Ugye a lapon egy mesztelen hölgyemény látható, amit egy hatalmas lángnyelvben röppen az ég felé, teljesen egy kitár táncoló mozdulattal, de a nyakára egy tigris farok tekeredik, és mellett egy oltárt látunk, egy pogány oltárt, amin égő áldozat ég. De nagyon jó szimbólum. Ugyanis arról szól, hogy új tűz születik, ideje az újrakezdésnek, a lobogásnak, a lelkesedésnek. Ugye április végre süt a nap, végre kicsit kezdünk fölszabadulni, remélem, hogy tényleg így lesz. De mi az, ami visszahúz? Félelmeink. Úristen, lehet, hogy mégis elkapom. Úristen, miből fogok megélni? Úristen, szeretnék váltani, de mi van, ha soha többet semmilyen más férfinak vagy nőnek nem fogok kelleni? Jaj, jaj, mi lesz akkor? Ugye a félelmeink nagyon-nagyon vissza tudnak húzni a döntésektől, mert tök egyértelmű, hogy mit kell tennünk, már el is döntöttük ezt belül, lehet, hogy 5 éve, 10 éve tudjuk, hogy ennek a munkahelynek annyi, ennek a kapcsolatnak annyi, ennek a lakhelynek annyi, de mindig nem tettünk semmit az ügy érdekében, mert a félelmek visszahúztak is. Merős, ezt hívjuk halogatásnak. Halogatásban mindig ott lapul a félelem. Na de, ha jobban megnézzük a lapot, akkor érdemes a tigrist megnézni, ugyanis jól látható a képen, hogy a tigris döglött. Vagyis az a félelem, ami a torkunkat folytogatja, a tigris farok, az már döglött. Tehát igazából nincs benne élet, az a félelem már lejárt, nem aktuális. Úgyhogy ne dőlj be neki. Ne hagyd magad hipnotizálni a múltban összegyűjtött kudarcoktól. Ne félj, jó? Az pedig, amit a pogány oltáról látunk a képen, ugye itt van a lángnyelv mellett, az pedig azt mutatja, hogy bizonyos dolgokat fel kell áldozni a múltadból, ezt ilyen elengedésnek is lehetne mondani. Tehát vannak dolgok, amiket igenis el kell engednünk, például a hiedelmeket önmagaddal kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, a lehetőségeiddel kapcsolatban. Ezek valószínűleg korhat jól égő hiedelmek lesznek, tehát olyanok, amikben már egyébként nincs nedv, nincs élet. Úgyhogy nézd meg, hogy mi az, amit elengednél, és mi az, amit újrakezdenél, és a lényeg, hogy ne hagyd magad a saját félelmeidtől hipnotizálni. Jó? Ezt üzeni az április hónap. Na nézzük, mit kell tudnunk májusról. Ugye ez most már a gyönyörűséges tavaszi hónap, már nagyon várom, hogy május legyen. Nézzük, mit mond rá a kártya, mit mond a májusunkról a kártya. Há, boldogság! Ugye? A kelyhek 9-es. A kelyhek sorozata taróban az érzelmi oldalt fejezi ki, az életnek az emocionális oldalát. Szóval boldogságról van szó. Ki tudja, lehet, hogy sok embert megtalál a szerelem. Lehet, hogy sokunknak tényleg meg lesz az álló munkahelye, vagy végre aláírja a költözési papírokat, vagy végre visszaszerez egy régi adósságot. Tehát lényeg az, hogy engedd meg magadnak a boldogságot. Sokkal több boldogság forrás van körülöttünk, mint aminek a tudatában vagyunk. Nagyon sokszor annyira természetesnek tűnik valami, hogy nem veszük észre, hogy mekkora mázlink van. Ugye most néhány napja tőlünk nem is sokkal délebre egy földrengés összedöntött házak ezreit döntötte romba a földrengés, szóval nem szoktunk arra gondolni, hogy mekkora mázlink van, hogy a földrengés az nem itt volt mondjuk 200 km-rel északra, lehetett volna akár. Tehát mennyire jó, hogy a mi házunk nem dőlt össze. Nem szoktunk ennek örülni, meg hálásak lenni, meg boldogok lenni, amiatt, hogy van fűtés, meg van villany, mert az olyan nagyon természetes. Igazából nem, tehát ezeknek a dolgoknak örülni kell, és hálát érezni miattuk. Ugye a levegő is teljesen természetes, nem szoktunk belegondolni abba, hogy mennyire jó dolog levegőt venni, ameddig tudunk levegőt venni. Szóval nem árt, hogyha engedjük magunkat boldognak érezni azok miatt, a dolgok miatt, amik olyan hú de természetesnek tűnnek, de közben meg nem azok. Jó? Tehát szerintem, hogyha tényleg tudnánk, hogy tudatában lennénk, hogy mennyire sok jó dolog vesz bennünket körül, akkor sokkal boldogabbak lehetnénk. Szóval készülj fel arra, hogy a boldogság beléphet az életedbe. Ha pedig nem akar belépni, akkor vedd észre, hogy hol nem engedette meg, hol nem veszed észre, hol nem engeded meg magadnak a boldogságot.
Emögött is nagyon sokszor gyerekkori minták vannak. Amikor vidám voltál, nevettél és boldog voltál, akkor kinevettek, örülj, hogy luk van a gedem. Mit ugrálsz? Ugye a felnőtt világa maga búval bélelt ábrázatával, a gyerekek természet adta boldogságát nagyon sokszor letöri ez. Mire föl van ilyen jó kedved? Mit örülsz, mint majom a farkának? Ugye hányszor hallunk ilyeneket? Pedig ha megnézzünk egy gyereket vagy egy kiskutyát, ez milyen hihetetlen boldog, pusztán azért, mert él, és örül neki, és élvezi, hogy él. Szóval engedd meg magadnak, hogy újra átéld azt az őszinte örömöt és hálát, amit a gyermekek, hiszen addig be nem jutunk a mennyek országába, még olyanok nem tudunk lenni újra, mint a gyermekek. Szóval érdemes tőlük tanulni, kis mestereink ők, akár az állatok, akár a gyermekek, még tudnak örülni és boldogok lenni, ilyen tök természetes dolgok miatt, ami a felnőttnek már ilyen unalmas és megszokott. Szóval legyen a május a boldogság hónapja. Nézzük júniust, júniusra mit mond a lap. Megint megkeverem, kiterítem a lapokat, nézzük, mit mond a június, meg is van. A kelyhek hercege érkezik júniusban. A kelyhek sorozat, ez is az érzelmi sorozathoz tartozik, az élet érzelmi oldalához. Egy madarat látunk rajta, egy óriási sast, amin, mint egy pilóta, itt ül egy herceg. A hercegről egyrészt azt kell tudni, hogy ez egy mesztelen pasas, tehát kedves szingli hölgyek, lehet reménykedni, de hát ha a te életedbe is érkezik a nem fehér lovon, hanem fekete sas hátán szárnyaló herceg. Egyszer, amikor Németországban voltam édesanyámmal, és fennállt a veszély, hogy a járatunkat törlik, mert már kifelé menet is törölték, akkor éppen az időjárás meg egy sztrájk miatt, és visszafelé sem lehetett biztosan tudni, hogy fog-e jönni a repülőnk vagy sem, és hát húztam tarot, és kihúztam ezt a lapot, és akkor anyu így ránézett, és azt mondta, hogy hát ez egy német pilóta, tehát hogy fogunk repülni. Neki a sasból ez a jelkép jött le. Tényleg egyébként minden rendben is volt. Szóval néha elég a lapokra ránézni, hogy mit látsz rajta, és mit asszociálsz rajta. Én őszintén remélem, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg a légijáratok elindulnak, és mindenféle pilóták újra az levegőben lesznek, és mi is rajta leszünk ezeken a gépeken. Lehet már nyaraláson gondolkodni, vagy akár júniusban már el is utazni. De mit mond még ez a lap, mivel érzelmi lapokról van szó? Szóval, engedd meg magadnak a könnyeket. Nagyon sok ember van, aki nem engedi meg magának az érzelmeknek ezt a vizes oldalát, tehát azt, hogy érzékeny legyen, főleg a férfiaknak ez nehéz. Óriási dolog, hogyha egy férfi megengedi magának, még ha csak egyedül is, ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. Ha legalább már ott tud valaki sírni, óriási jó dolog, még fizikailag is méregtelenít. Tehát az, hogyha az elsíratlan könnyeidet végre el tudod sírni, el tudod gyászolni azt, amit esetleg 10 éve, 20 éve, 100 éve nem gyászoltál el, az óriási felszabadulást hoz. Nekem is az ügyfelek, akikkel így dolgozunk mostanában leginkább online, el tudják mondani, hogy fú, hát egy napot bőgött, mert olyan felismerései voltak, de most mennyire jó, mennyire felszabadító. Tehát engedd meg magadnak a szomorúságot, hogyha ezt éreznéd, ez utolérne. Sokszor nyaraláson egyébként pont utol is ér minket, mert ott az ember ül és unatkozik az all inclusive-ba, és egyszer csak full depressziós lesz. Mert akkor éri utol az a rengeteg bánat, ami elől ugye az év közben menekült a munkahelyére, és nem volt ideje vele foglalkozni. Szóval aki ezt ismeri, azt tudja, amiről beszélek. Engedd magad érezni. Ez volt tehát június. Nézzük a július hónapot. Ugye nagy tüzes hónapunkat, mit mond erre a kártya. Megint megkeverem. Na nézzük, júliusra. Júliusra a fényűzés, vagyis a luxus lapját húztam, ez még mindig a kelyhek sorozat. Ugye érdekes, hogy beléptünk a nyárba, és csupa kelyhek lap jött, ugye érzelmi lap jött. Ez a luxus, ez a fényűzésnek a lapja. Mi a luxus? A luxus minden korban az, amiből kevés van. Ne. Annak idején, amikor a legtöbb ember a mezőn dolgozott, mi volt a luxus? Az, hogyha fedett helyen tudtál lenni egész nap. Ezért a sápad bőr volt a luxus. Ugye század elő, még 20-as években még a hót sápad bőr volt a divat. Vagy mondjuk Japánban most is fehér krémekkel kenik az arcukat, és esernyővel, vagy hát ilyen apernyővel mászkálnak az emberek, mert nehogy lebarnuljon. Aztán később, ugye a mai világban mi a luxus? Az, hogyha kijutsz az irodából a szabadba, és végre friss levegőt szívhatsz, ugye itt is elmehetsz nyaralni, tehát ugye a barna bőr lett a jó egészség, meg a luxusnak a jelképe, ugye a napsütötte arc, ugye ebből látszik, hogy mindig az a presztízs, amiből kevés van.
Amikor kevés volt a mobiltelefon még, és ilyen féltéglákkal jártak az emberek, akkor ezért nagyon menő volt, hogy ezzel úgy beszélni. Ma már, amikor minden tinédzsernek ott van a zsebében az okosteló, már különösebben nem presztízs tárgy, már a eddig presztízs mobiltelefongyár is előállt azzal, hogy a legolcsóbb telefont akarja gyártani, most megpróbálta a szegmens másik végét, szóval, hogy mindig az a luxus, amiből kevés van. Szóval mi az, ami a te életedben luxus? Miből van kevés? Lehet, hogy szabad időből? Lehet, hogy szabad térből? Zsúfoltan élsz? Vagy nincs lehetőséged valamilyen hobbira, amit nagyon szeretnél csinálni? Nincs lehetőséged arra, hogy az álmaidat kövesd, mert mindig van valami, ami fontosabb? Hát kinek mi a luxus? Nagyon sokszor olyan apróságok jelentik a luxust sok embernek, mint például, hogy a parizer helyett megvehesse a fátyolsonkát. Ugye? Lehet luxus, tehát mindenki a maga szintjén éli ezt meg. Szóval nézd meg, hogy neked mi az, ami az életedben kevés van, túl kevés van, és úgy érzed, hogy luxus lenne, ha azt megengednéd magadnak, ami 10-ig aludni reggel, valami ilyesmi. Mi lenne, ha kipróbálnád? De mi lenne, ha kipróbálnád ezt a fényűzést? Nem azt mondom, hogy tékozold el a pénzedet, mert pont nem a pénzről szól az esetek többségében, hanem azt, amiből általában neked nem jut. Jó? Tehát az add meg magadnak, és merd élvezni. Erről is szól a fényűzés, hogy ne legyen utána bűntudatod. Jó? Ez a legnehezebb része. Ez a magammal foglalkoztam, miért nem a családdal, ugye? Tehát, na, szóval léci, adni is csak akkor lehet, hogyha van miből, úgyhogy engedd meg magadnak azt, amit egyébként luxusnak szoktál tartani, és effektív nem pénzkérdés. Néha az, de nem kötelező, hogy az legyen. Na, ez a júliusunk. Tehát a júliusnak a jelszava ez lesz. Na nézzük, mit mond az augusztus. És már átmegyünk az évnek a delelőjén, és jön a betakarításnak az időszaka. Fú, most nagyon sok lap szinte villog felém, nézzük, hogy melyiket válasszam. Nem mindig könnyű. Aha, ez lesz az. Augusztus botok királynője. Tényleg a betakarításhoz illő lap egyébként, ugye ez a lap, tehát ha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy a hölgy egy trónuson ül, kezében egy láncsaforma jogarral, és a kezét egy párduc fején nyugtatja. Minek a lapja ez? Ez a tanítva tanulásnak a lapja. Valószínű, hogy ez a pandémiás év, meg ez megelőző időszak is rengeteg új dologra megtanított téged. Lehet, hogy elvégeztél új tanfolyamokat online, vagy akár ahogy sikerült. Valószínűleg a múltban már 1 millió dolgot megtanultál, rengeteg könyvet elolvastál, csak egy valami van, hogy nem alkalmaztad őket. Ez a lap arra hívja fel a figyelmet, hogy itt az ideje, hogy a sok betakarított dologból végre kenyeret süssél, ugye augusztuson, tehát kezd el használni azt, amit tudsz. Kezd el úgymond tanítani, élni a bölcsességedet. Hogy ne csak ilyen Facebookon megosztott Coelho idézetek szintjén éld az életedet, hanem tényleg kezd el használni. Tehát, hogyha voltál egy agykontroll tanfolyamon, akkor könyörgöm, gyakorold a meditációkat. Ha voltál reikin, akkor lehet csinálni a kézpozíciókat. Ha voltál pránanádin, akkor idézd föl az ott tanult dolgokat, amit nem mondom meg, hogy mi mert titoktartás van. Ha voltál bármilyen személyiségfejlesztő csoporton, akkor valószínűleg ott is voltak felismeréseid. Önmagában felismersz valamit, az kevés. A lényeg, hogy tud alkalmazni. Tehát kezd el használni azt, amit tudsz. Legyen az akár spiritudás, akár kevésbé spiritudás, legyen az gépírás, angol nyelv, kötéshorgolás, szabásvarrás, bármi más egyéb. Biztos, hogy millió olyan tudásod van, amit nem használtál, nem sütöttél belőle kenyeret. Nem értékesítetted. Tehát tedd értékessé, mert a tudás a polcon, a tudás, amit nem használsz, az nem ér semmit. Sem a világnak, sem neked, csak a helyet foglalja, tárhelyet foglalja a kis memóriádba. Tehát a lényeg az, hogy kezd el tanítani, kezd el alkalmazni, és ne félj attól, hogy tökéletlen lesz. A párduc foltjai ezt jelképezik, ez egy heraldikai címertani szimbólum. Ezért van az, hogy bizonyos emberek, akik pénzért vették a bárói címet, most én nem akarom nevesíteni, annak nem lehetett oroszlán a címerében, mint a igazi főnemeseknek, hanem párduc volt, tehát még a tökéletlenség jelképeként. Szóval a iparbárók címerében még inkább párducot látunk. Miért? Mert foltjai vannak. Ami azt jelenti, hogy amit csinálsz, amit tanítasz, amit alkalmazni kezdesz tudás, az eleinte még nem lesz tökéletes, fogsz hibázni. Sok ember azért nem meri alkalmazni a tudását, mert rettenetesen fél a hibázástól, rettenetesen fél attól, hogy tökéletlen lesz, nem mer masszírozni, mert ja Istenem, mi van, ha nem oda nyúlok, ahova kéne, vagy mit tudom én, tehát mindenféle hülye gátlásunk tud lenni, mintha azt hinnénk, hogy a hiba az jóvá tehetetlen. Pedig nem az. Tehát ne félj a hibázástól, teljesen természetes, helyre lehet hozni, sőt, az igazi mesterfok az, amikor csinálsz egy hibát, és valami jót hozol ki belőle, még jobbat.
De rengeteg étel van, amit így találtak föl, például a fánk. A fánk az úgy született, hogy megharagudott a szakács a kuktára, és egy darab édes kertésztával megdobta a kuktát, már most nem a főzőedényt, hanem a segédszakácsot. Az elugrott, és a ballisztikus ívet bejáró tészta darab beesett a forró olajba, és ott hát gyorsan szalagos lángos lett belőle, itt ilyen fánk lett belőle, és így született a fánk, állítólag. Egy csomó étel így született, rengeteg legenda van, tehát egy hiba, amiből valami nagyon jó dolog sült ki, szó szerint, tehát ne félj a hibáktól, hanem hagyd, valami jó dolog süljön ki belőlük. Tehát ezt mondja augusztus hónapra a kártya. Nézzük, mi a helyzet a szeptemberrel. Nézzük, mit mond a szeptember. Iskolában az újrakezdés időszaka, sőt a mi életünkben is sokan ilyenkor jönnek vissza a Szabiról. Na nézzük, mit kell tudnunk szeptember hónapról. Igen, ez lesz a lapja. Á, kardok ásza. Szeptember hónapunk lapja, kardok ásza. Én ezt a lapot nagyon szeretem. Ez az erős felismeréseknek a lapja. Erős szellemi felismerések és megértések lapja. Tehát lehetséges, és készülj fel rá, hogy szeptemberre megérik benned egy pár döntés. Az a döntés, amit nem követ cselekvés, az még nem döntés, jó? Tehát lehet, hogy te eldöntötted, hogy egy új munkahelyet választasz, és elhagyod a régit, de nem csináltál semmit, akkor azt még nem döntötted el. Tehát még akarsz szívni egy kicsit. Szóval a lényeg, hogy a kardok ásza az olyan erős döntéseket jelent, amik ilyen átütő erejűek, mint ahogyan ez a hatalmas kard, ami egy ilyen fénykoszorú van, szinte átüti az égboltot. Ha egy szándék tényleg erős és egyértelmű is megszületik, a világ így besorakozik mögé. Ezt nem tudom, észrevettétek-e, hogy nagyon határozottan eldöntesz valamit, akkor nem állnak az utadba, sőt, elkezdenek támogatni és segíteni. Tehát még a lankasztó, hervasztó, elbizonytalanító embereket is, hogy ez a kard, ez a gordiuszi csomót átvágó kard így elsöpri az utadból. Lehet híres emberek életrajzába hasonlókat olvasni, hogy elhatározott valamit, és tűzön vízen keresztül viszi, és tűzön vízen keresztül is vitte, és támogatói lettek, és sikeres lett. Szóval a ellenerők is akkor erősek, ha benned ott van a bizonytalanság. Tehát, ha eldöntöttél valamit, akkor már ne csináld vissza. Jó? Tehát csináld meg, amit kitaláltál. Ez a szeptember hónapnak az üzenete. Még 3 hónapunk van hátra. Nézzük az októberre, mit tanácsol a taró. Ismét kiterítem a lapokat. Mi az október üzenete? Ez a fegyverszünet nevű lap, kardok 4-es. Ugye szeptemberben az iskola kezdéssel beindultak a szellemi életről szóló lapok is. A fegyverszünet lapja az arra utal, hogy az, hogy eldöntöttél valamit szeptemberben, valószínűleg nem mindenkinek fog tetszeni. Ezt nagyon jól kell tudni kommunikálni a világgal, hogy te mit is szeretnél csinálni. Nehogy azt érezzék a többiek, akik körülötted vannak, szeretteid, kollégáid, rokonaid, stb., hogy te ellenük akarsz támadni. Hanem jól kell elmondani a célodat, hogy ez hogy lesz nekik jó. Jó? Tehát picit próbálj meg a többi ember fejével gondolkodni, amikor valamilyen szándékot akarsz keresztül vinni, mert sok ember ezt nem gondolja át, hogy másokra milyen hatással van az ő ötlete. És a fegyverszünet arról szól, hogy üljünk le egy asztalhoz és beszéljük meg. Ugye itt pont ezt látjuk, ahogy egyensúly születik egy asztal körül, egy kerekasztal körül, Artúr király kerekasztala. De tudjuk jól, hogy Artúr királynak azért volt kerekasztala, hogy mindenki egyenrangú legyen körülött, a teljes bizottság. Nem, a királynak nem volt díszhelye. Nagyon jó jelkép. Tehát nem árt megbeszélni az ötleteidet másokkal, és az ő szemükkel is látni, és a békére törekedni a konfliktusok helyett. Nagyon sokszor, amikor az ember eldönt valamit, akkor borul a bili. Tehát rengeteg ilyen szőnyeg alá söpört cucc egyszer csak előkerül. Ez olyan, mint amikor elhatározod, hogy takarítasz, és elhúzod a fotelt a faltól, és egyszer csak nagyon döbbensz, hogy mi mindent behordott oda a macska. Tehát egy csomó minden elő fog kerülni a fotel alól, a szőnyeg alól, az ágy mögül, bárhonnan. És ezt tudni kell úgy tisztázni, tisztázó beszélgetésekkel, hogy ez ne háború legyen a többiekkel, hanem fegyverszünet. Ez még nem béke, de a béke feltétele. Jó? Tehát keresd a békét, a béke pillanatait. Vagy legalábbis az átmeneti béke pillanatait, az állandó harcoskodás helyett. Ez az október üzenete. Nézzük, mit kell tudnunk novemberről. Enyészet hava a régi magyar nyelvben november. Mit mond 2021-re november hónapunk? Ez a változásnak a hónapja. Egy korongoklap. Szóval lehet, hogy szeptemberben eldöntötted, hogy mit akarsz csinálni. Októberben megtárgyaltad a többiekkel, hogy ez hogyan. Segítőket, szövetségeseket szereztél, ugye erről szól a fegyverszünet is. És itt az ideje, hogy ahogy ezeket a dolgokat elkezded megcsinálni, megérkezzen az életedben a változás.
Ez a lap a korongok sorozathoz tartozik, ami az élet anyagi, materiális, egzisztenciális szintjeit érinti. Minden döntés, amit meghozunk, az előbb-utóbb hatással lesz, legalábbis hatással kell legyen az anyagi világra is, hiszen hiába döntesz el fejbe valamit, hogyha azt kézzelfoghatóan nem csinálod meg, akkor nem lesz semmi. Hiába döntöd el így fejbe, meg programozod, hogy több pénzt akarsz keresni, ha nem teszel ezért semmit, akkor nem biztos, hogy összejön. Tehát az igazi változás az, amikor a változás egyszerűen a materiális, kézzelfogható szinteken megjelenik. Elkezdesz tényleg több pénzt keresni. Elkezdesz tényleg egészségesebb lenni. Elkezdesz már nem csak így vágyni, milyen jó lenne karcsúnak lenni, hanem mondjuk ki is vonszolod a hátsódat az edzőterembe, és elkezdesz rajta dolgozni, és lásd, megváltozott az alkod. Lásd, elkezdtél lefogyni. Ugye jön a változás. Sokan félnek a változástól, nagyon ijesztő, hiszen nem mindig tudjuk, hogy merre változik a változás. Megint csak arról szól a lap, hogy ne félj. Jó? Tehát, hogyha te biztos vagy a döntésedben, békében és fegyverszünetben tudsz lenni a környezeteddel, akkor ne félj a változástól, nem lesz rossz. Jó? És még hogyha úgy is tűnik, hogy a változás negatív, ha beindult a változás, akkor lehet módosítani. Ez olyan, mint az autó. Ha áll az autód, akkor hiába tekergeted a kormányát, az nem fog irányt változtatni. Viszont ha az autód elindult, mert vezeted, és azt veszed észre, hogy rossz irányba mész, és azt mondja a GPS, hogy fordulj vissza, akkor meg tudsz fordulni? Meg tudsz fordulni. Történt bármi baj? Nem. Álló autóval meg tudsz fordulni? Nem. Ahhoz el kell indulni. Nem baj, ha rossz irányba. Menet közben lehet korrigálni. Mentális GPS jelzi. És tudsz jó irányba fordulni, tehát ne ijedj meg tőle. Jó? Tudd, hogy mi a célod, ez fontos. És tényleg a békét keresd. És nézzük a decemberre, az év utolsó hónapjára szóló taró előrejelzést. Megint megkeverem a lapokat, most már ebben a ciklusban utoljára. Nézzük a 12-es számú lapot, meg is van. Ez a lap nem más, mint a szomorúság nevű lap. Szomorúság. Ez nem azt jelenti, hogy borzasztó bánatos decemberünk lesz, hanem azt érdemes megnézni, hogy ez ugye egy hármasságról szól. Ez a kardok hármas lap. Ez a hezitálás miatti szomorúság. Tehát amikor nem tudod, hogy mit döntsél, nem tudod, hogy merre menjél, Jóska vagy Pista, Magyarország vagy külföld. Tehát beindulnak ezek a hezitálásos dolgok, amik borzasztó sok energiát elvisznek. Ennek a vége törvényszerűen energiaveszteség lesz, az energiaveszteség vége pedig törvényszerűen rossz kedélyállapot, mondhatni szomorúság. Tehát amikor szomorú vagy, akkor lehet tudni, hogy a töltöttségi jelződ, ugye, hogyha lenne egy ilyen kis akkumulátor jelződ, mint ami a mobiltelefonokon van, az már kezdi villogni, tehát nem vagy jól érzelmileg. De ilyenkor ez egy figyelmeztetés, hogy töltődj fel, jó? Mert különben a szomorúságnak az állapotai, azok még képesek és berántanak téged, ami nem cél, úgyhogy ez egy ilyen viszonylag nehezebb lap volt, húztam rá lapot, ez pedig nem más, mint a botokásza. Ezt a lapot is szerettem, ez egy nagyon-nagyon tüzes lap, egy hatalmas nagy fákja látszik rajta. A barátaimmal decemberben a téli napfordulókor szoktunk egy nagy mágiát rakni, és beledobjuk kis cédulákon mindazt, amit el akarunk engedni, el akarunk égetni. Lehet, hogy érdemes majd 2021. decemberében neked is átgondolnod, hogy mi az, amit magad mögött akarsz hagyni, mi az, amit ebbe az úgymond mágiába nagy tűzbe be akarsz dobni, hadd lobogjon, hogy ne vidd magaddal tovább 2022-re. Ez a lap a tüzes érzelmeknek, az átütő erejű tüzes érzelmeknek a lapja. Tehát nagyjából az a üzenete, hogy vigy nagy levegőt és ugorj. Jó? Tehát szíts fel magadba a lelkesedés lángját, és vesd bele magadat az új dolgokba, még akkor is, ha nem tudod, hogy mik azok, mert a fény, a világosság az veled van, és mindaz, ami a szomorúságodat okozta, veszteség, sajnos van, törvényszerű, megcsalás, csalódás, barátok elvesztése, nagy Isten, rokon elvesztése, bármi más efféle, az ne hátráltasson téged, hanem előrefelé vigyen. Mert ha valamit, ami a múltból tényleg el tudsz engedni, akkor az előrefelé fog téged lökni. Tényleg ez egy varázslat, mert már nem cipeled tovább azt a nehéz batyut. Sok ember még ilyen 60 évesen és szüleivel kapcsolatos nehezteléseket cipel a vállám. Nehéz teher, óriási nehéz teher, és 60 éve cipeli, vagy 80 éve cipeli. Bele lehet rokkanni. Na most ez azt mondja, ez a lap, hogy minden ilyen dob bele a tűzbe, hadd lobogjon az a mágia. Szóval végy nagy levegő, szítsd fel a lelkesedés tüzét, és a fényedet, a belső fényedet gyújtsd fel, mert 2022-ben is lesz tél, lesz téli napforduló, lesznek a legsötétebb napok, lesznek a reményvesztettség és a szomorúság állapotai, mondom, törvényszerű. A lényeg, hogy ne hagyd magad, tehát szítsd fel a tüzedet. Na, most összefoglalnám, hogy mi minden hangzott el. Januárra
Józan eszednek higgyél, azt figyeld, ami történik, ne hagyd magad az érzelmektől és a félelemkeltéstől befolyásolni. Minél inkább a tudományos, józan, megalapozott dolgokat figyeld. Februárban, amikor már a hócipőd is tele lesz, ne hagyd magad bele túnyúlni ebbe az állapotba, ne hagyd magadat az apátia és a depresszió képen is látható, csöpögős, nyúlós, gusztustalan, büdös mocsarába belesüllyedni. Tud ezt lezárni márciusban, ahhoz, hogy újra tud kezdeni az életedet, újra tud kezdeni akár a hivatásodat, a párkapcsolat, bármi más egyebet, a régi dolgokat le kell tudni zárni. Már fogod tudni, hogy mihez akarsz kezdeni, a lényeg, hogy ne félj, ne hagyd, hogy a múlt döglött tigrisének a farka a nyakad köré szoruljon, és ne hagyjon téged levegőhöz jutni és előre lépni. Ez több részéről elvezethet téged nyár elején a boldogság állapotába, mert az ember elkezdi megvalósítani a céljait, az boldogsággal jár, de tényleg, tehát egy jó kaját megsütsz, az boldogság. Lefutod a életed első szigetkörét, az boldogság, és így tovább. Komfortzónánk átlépése az mindig boldogság. Közben ne feledkezzünk meg az érzelmekről és a kapcsolatokról is nyár folyamán. Tehát az érzelmi érzékenységről a kapcsolataimban, ki tudja, talán új szerelmek is szövődhetnek. És engedjük meg magunknak a nyár folyamán még az ilyen kis luxus dolgokat is, tehát mindazt, amiben egyébként szűkösséget szoktál átélni, legyen az szabadidő, vagy bármi olyasmi, amit általában sajnálsz magadtól, vagy azt hiszed, hogy sajnál tőled a világ, vagy azt hiszed, hogy nem érdemled meg, na szóval ezeket. Aztán jön a betakarítás ideje, augusztus, amikor most már rengeteg mindent tudsz kezel végre csinálni, és tanítani, és továbbadni, képviselni a világban azt, aki te valójában vagy, még akkor is, hogyha eleinte nem megy tökéletesen. Itt a szeptember az új ötletek időszaka, az új felismerések és határozott célok kitűzésének az időszaka. Figyeld az inspirációidat, hogy milyen új ötleteid támadnak. Ezeket tudd a környezeteddel jól kommunikálni, tehát jól megbeszélni velük, hogy te mit szeretnél, és ez hogyan fogja a közös békét szolgálni. Tehát tudni kell a szőnyeg alól kikotorni a esetleg ott levő dzsuvát, és ezt úgy kommunikálni, mindenkinek jó legyen. Tehát megbeszélni a dolgokat. Ez el fogja hozni azt a változást az életedbe, ami már materiális szinten is tükröződik. Tehát ha jól csinálod, akkor több pénz, jobb egészség, jobb kapcsolatok, jobb lakáskörülmények, bármi más egyéb. Ennek során törvényszerű, hogy bizonyos dolgoknak búcsút kell intened, ugye, és ez elszomorító lehet. De tudnod kell, hogy amit ilyenkor elengedsz, mint hogy a rózsának ezek a szirmai lehullanak a képen, azok mind a tüzet fogják táplálni, tehát ne hagyd magadat belehipnotizálni a bánatban, hanem szítsad föl a lelkesedésed tüzét. Táplálni lesz a tüzet mindazzal, amit a múltadból ilyen korhat cuccot, azt így beledobálsz és elengedsz végre. És tudd a belső fényedet felgyújtani akkor is, amikor kívül sötét van, mert december van, és a legrövidebbek a nappalok. Szóval ez a taró előrejelzés 2021-re, én azt hiszem nem egy rossz előrejelzés, nagyon szép ívet ír le ez az év. Én szívből kívánom, hogy ezt mindenki meg is tudja csinálni. Úgyhogy egészségben, boldogságban, békében, jaj, nagyon fontos, békében bővelkedő új esztendőt kívánok mindenkinek, és azt, hogy jó kedv legyen, a többi az megjön. Szóval ne hagyd magad ijeszgetni, ne hagyd magad elszomorítani, ne hagyd magad érzelmileg manipulálni, zsarolni, tehetetlennek érezni. Tehát ugye, mert a külvilág az nagyon erre gyúr, hiszen akkor vagy irányítható, ha rossz kedved van, meg akkor fogsz vásárolni hülyeségeket, tehát a média az imád minket ijeszgetni. Ne hagyd magad. A lényeg, hogy te belül a belső fényedet, az hagyd égni és világítani. 2021-ben is minden hétfőn fogok egy tarólapot húzni, egy heti előrejelzés lesz. Fel lehet iratkozni a hétindító nevezetű, ez több, mint hírlevél, tehát mindig van benne valamilyen lelki gyakorlat, kérdés, mi egyéb. Erre is fel lehet iratkozni, lehet követni, jövőre is lesznek két hetente szerdán élő videós bejelentkezésem, körülbelül ilyen hosszúságban, mint ez a mostani volt. Én szeretném ezt a sok dolgot adni nektek, tényleg ingyen és bérmentve azért, hogy egy jobb életünk lehessen, és ne biorobotok legyünk, hanem meg ne állampolgárok, meg termelő erők, meg humán erőforrások, erre a szóra mennyire haragszom, hanem igazi, élő, szabad emberek, akik szabad döntéseket hoznak, és felelősséget vállalnak a jövőjükért. Ugye, mert a taró azért nem jós kártya, mert meghagyja neked a döntés lehetőségeit, szabad akaratodat. Most is elmondtam egy csomó mindent útmutatásként, de nem vagy köteles ezt megfogadni, tényleg azt csinálsz, amit akarsz, hiszen szabad vagy. Ha van kedved, akkor fogadd meg ezeket a taró útmutatásokat, ez segít, hogy egy jobb döntést hozzál, és a jobb döntés fog elvezetni a jobb jövőnkhöz, amit valóban szeretnénk. Úgyhogy kívánok mindenkinek jó és határozott döntéshozásokat 2021-re, és ne hagyd magad a környezet lehúzó erőitől bemanipulálni, jó?
Sokkal, de sokkal több lehetőséged van, mint hinnéd, sokkal, de sokkal szabadabb vagy, mint hinnéd, sokkal többet tudsz, mint hinnéd, úgyhogy merd használni azt, amit tudsz. Jó? Legyen az akár spiritudás, akár nem spiritudás, valahol minden tudás spiritudás egyébként. Mindent lehet úgy csinálni, hogy az legyen benne. Szóval te is tudsz az új, a jobb, a boldogabb élet teremtőjeként létezni, és még akkor is, hogyha sok nehézség lesz, mert nyilván lesz, lényeg, hogy ne hagyd magad. Jó? Na, úgyhogy, hát, kívánok mindenkinek lehetőleg jobb szilvesztert, éles és új esztendőt. Én holnap mindjárt egy virtuális futással indítom itt a szigeten, és mindenféle jó dolgokat fogok csinálni, mert azt mondják, hogy az ember az első nap csinál, az lesz egész évben. Hát ez baromira nem igazolód be 2020-ra. Sajnos helyetetlen jó január 1-én volt, nyertem, buli volt, hajóztunk, kollektív futás volt, nagyon jó nap volt az a tavalyi, pontosabban még idei január 1-e, hát aztán ment a lecsóba az egész. A lényeg, hogy ne hagyd magad, tehát te belül szabad vagy. Akármilyenek a külső korlátozások, tudnod kell, hogy te belül szabad vagy. És a szabadság az a felelősség másik neve. No? És a harmadik neve meg a boldogság. Ne kívülről várt, belül van. No? Sziasztok!